Egy álmunk vált valóra azzal, hogy ezt a boppáját már átadhatjuk a vendégseregnek. A boppája maga is nagyon különleges, és amiatt, mivel a kutyák fogják megnyitni ezt a mai napot, még különlegesebbé tettük. Egy igazán izgalmas pályát sikerült megvalósítanunk, Angéla már említette, hogy közel 1 kilométer hosszú. Itt ez azt jelenti, hogy valamivel több mint 340 métert tesz ki ebből a felvonó, és több mint 560 métert maga a lecsúszási pálya, és ez az 560 méter, ez nagyon sok izgalmat tartogat minden vendég számára, többek közt két dugóhúzó spirált, ezt majd aki menni fog rajta, észre fogja venni, hogy a centrifugális erő miként hat a benne ülő vendégekre. Nagyon-nagyon élvezi, egyre jobban, minél többet gyakorolunk. Ugye tegnap előtt is már ki volt szerencsénk kipróbálni ezt a dolgot. Egyre jobban élvezi, lehet, hogy tényleg törzsvendég lesz belőle. Szerintem tényleg a világon az első kutya, aki bobozik, hiszen szörfös kutyákról ilyesmikről hallottunk, bobosról még nem. De miért meg az elején sem? Nem, az elején sem volt semmi problémája, maximum talán ott egy picit próbált helyezkedni, úgymond, ahol kicsit megdől a pálya, mivel a bobnak az ülése műanyag nem tud benne úgy ő kapaszkodni, de hát nyilván nem neki van ez kitalálva, hanem az embereknek. Én szeretném kipróbálni a bobpályát, meg nagyon szeretem a kutyákat. Igen, és mit tudsz, mi történt itt ma, mit csinált a kutya? Bobozott. Hát nekem azt tetszett, amikor a kutyák így lecsúsztak, és akkor én nagyon cuki volt, ahogy így ment le, és így ilyenkor rándulása volt az arcán, hogy ilyen fél, és nekem az nagyon tetszett, meg én is már mentem vele, és ez állatira jó volt. És nekem az a kedvenc, amikor így háromszor vagy négyszer így körbefordul, és akkor egyre jobban gyorsulunk. A mentőkutyával lecsúszott az az ember, és a mentőkutyák nagyon, nagyon bátor volt, és illegális, meg jó. Én most teszlek meg téged. Mitől különlegesek a kutyáidok? Mi mindent tudnak, milyen képességek birtokában vannak? Hát a mi kutyáink ugye eltűnt személyeket keresnek, tehát élő embereket, az nagyon fontos, hogy élő embereket kutatunk velük, és minden emberi szagot keresnek, tehát nem egy adott megmutatott embernek a úgymond szagát keresik, hanem minden embert keresnek. Ez nagyon-nagyon fontos, nagyon nagy területeket tudunk velük átnézni, hogyha mondjuk elmentek gombázni, bogyót szedni az erdőbe, rossz fele jöttek, eltévedtek, nem találtak haza, ne adj Isten, volt már például olyanunk is, hogy cukros volt az illető, aki eltűnt, és nem vitte magával az inzulinját, amit kellett volna, rosszul lett, ezáltal ugye meg kellett, hogy találjuk. 6-8 perc alatt ők át tudnak nézni egy hektárt, több ilyen 3 vizsgázott kutyussal dolgozunk, akik vannak, valamint van még 4 kutyusunk, aki tanonc, úgymond az utánpótlást képezi. Úgyhogy ez a 3 kutyus iszonyú nagy területeket át tud nézni, nincs az a veszélye, hogy mint csatárláncba, hogyha állunk, hogy kihagyjuk a bózótos területeket, mert bők és szúr a dolog. Magabiztosan nagyon jól mennek, át tudják nézni valamint romos területeken, összedült épületeknél, természeti csapásoknál, földrengések, gázrobbanások által maga alá temetett élő embereket tudunk keresni. Eddig is nagyon fontosnak tartottuk kalandparkként, hogy támogassunk olyan szervezeteket, akik valamilyen közhasznú tevékenységet látnak el, vagy hátrányos helyzetben vannak. És úgy gondoltuk, hogy annyira különleges az ő tevékenységük, nagyon sok életet megmentenek, úgyhogy mindeközben semmilyen támogatást nem kapnak, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy nagyon szívesen tesszük le a nevünket az ő szolgálatuk mellé, és ezért döntöttünk úgy, hogy őket fogjuk támogatni a mai napi bevétellel. 30 hektáros területen helyezkednek el a játékok, egy 2 hektáros tóköré letelepítve. Egy külön attrakció a boppály, ami régi álmunk volt, hogy megvalósítsuk. És ami mindenképpen különleges meg a játékok mellett, az a festői környezet, a Bakonynak a szépsége, amit sehol máshogy talán az országban nem találnak meg a vendégek. Viszonylag komplexek és kortelanok vagyunk, úgyhogy mindenki megtalálja a számára kedves játékokat. A boppálya mindenképpen egy olyan játék lesz, ahol nagy mennyiségű élményhez fognak majd a vendégek hozzájutni.
Természetesen ezáltal mi is tudtuk a dolgozói létszámunkat is emelni, és a közeljövőben is tervezünk még olyan fejlesztéseket, amivel még színesebbé tudjuk tenni a parkot. Nagyon sok olyan játék van, ami talán másutt az országban nem található, meg egyik ilyen talán a hajócsúszda, ahol 10 méter magasságból egy hajóval lecsúszva, egy 6 méteres ugratást követően landolnak a vendégek a vizen. A Hámori várban középkori játékokat tudnak játszani, csatacsillag, hajítás, íjászat, kelevézvetés. Itt aztán tudnak egy jó kis versenyt ezen a lovakképző tornán maguknak csinálni a vendégek. A drótkötélpályán kis festői környezetben van, közel 1600 méter őszpálya hosszon tudnak kalandozni a vendégek, mindenki bátorságának, erejének megfelelő pályát kiválasztva. És hát maga a tó vonzás, ami most már strandként is működik. Nagyon sok játék épült és települt a tóra és a tó köré. Az egyik ilyen játék például a Vizi Rider, ahol katamarán vázra szerelt bicikliken tudnak a vízen tekerni a vendégek. Ugye? Én dolgok. Ezek a gazdi után. Jaj! Még a kutya nem?